Takács István vagyok, a Jogriporter Alapítvány munkatársa. Korábban a TASZ-nál dolgoztam, a videóprogramot vezettem, és Sárosi Péter kollégámmal, aki a drogpolitikai programnak a vezetője volt, eljöttünk a TASZ-tól, és egy saját alapítványt hoztunk létre, amiben elsősorban a drogpolitikai filmeket készítünk, és így vettünk részt ebben a projektben is. Egészen sok filmet forgattunk, Forró a vérem címmel megtekinthető erről a kampányról egy film az interneten. Azért készítünk ilyen filmeket, mert a meggyőződésünk, hogy ez a téma, amiről mi beszélünk, az intravenás droghasználók közötti HIV és hepatitis járvány, az a drogháborúnak az egyik legbrutálisabb következménye, ami még mindig tart, és hogyha erre visszatekintünk majd egy kicsit később, akkor nagyjából úgy fogunk rá gondolni, mint a boszorkányüldözésre, ami egészen őrült rendszerre. De ez az egészen őrült rendszer azért már recsegropog. Pont most voltunk New Yorkban múlt héten az ENSZ-nek egy ilyen nagy gyűlésén, ahol arról vitatkoztak a kormányok képviselői, hogy merre menjen tovább ez a nemzetközi rendszer. És azért azt lehet látni, hogy sok országnak már elege van ebből, ami történik. És a Péterrel elég sokat utazunk külföldre és filmezünk, és csak egy pár tapasztalatot szeretnénk megosztani, mielőtt rátérek a magyar helyzetre. Tehát például az Egyesült Államokban azért már eléggé változnak a dolgok, például most ott egészen sok államban legalizálják a füvet, most már eddig nem lehetett a tűcserére állami forrásokat költeni, most már lehet. Tűt nem lehet még venni, de mindenféle más lehet. Most ezen dolgoznak, hogy lehessen tűt venni, de változik a helyzet, és egyébként New Yorkban nem sokára belövőszobákat fognak nyitni. Tehát ezt mi tudjuk, hogy ez a háttérben folyik egy ilyen munka, meg kampányolnak is érte, de hogy van egy ilyen szándék, és valószínűleg engedni is fogják szövetségi szinten. Tehát azért ez eléggé nagy különbsége az képest, hogy mi volt az Egyesült Államokban. De mondjuk forgatunk Indonéziában, és például pont most New Yorkban filmeztünk arról, hogy arról vitatkoztak az államok, hogy például az Európai Unió álláspontja az volt, hogy emberi jogokkal ellenes kivégezni valakit azért, mert kábítószerekkel üzletel, és például Indonézia, vagy Kína, vagy arab országok nem azt mondom, hogy verték az asztalt, de hogy nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy agyonlőhessenek és felakaszthassanak embereket ezért. És ezért nem is született erről konszenzus ebben a dokumentumban. És hogyha mondjuk Indonéziában járunk, akkor ott azt tapasztaljuk, hogy mondjuk az ottani drogügyért felelős vezetőnek olyan ötletei vannak, hogy a drogdílereket, azokat krokodillal kellene megetetni, vagy meg kéne etetni velük annyi mennyiségű drogot, hogy aztán abba belehalnak. Vagy hogy úgy kéne kezelni kábítószer használókat, hogy addig főzik őket egy nagy üstben, amíg meg nem gyógyulnak. Tehát konkrétan ilyen terveik vannak. Akkor mondjuk Krím-félszigeten, ugye amióta Oroszország magához csatolta a Krím-félszigetet, mivel Oroszországban illegális a metadon, ezért ott is bezárták a metadon központokat. Kb. 700 ember került az utcára egyik napról a másikra, legalább 30-an meghaltak már közülük emiatt. Erről kérdeztük egyébként a volt drogcárt pár héttel ezelőtt Bécsben, az orosz volt drogcárt, akit azóta nagyjából menesztettek. És ő azt mondta, hogy nem, mert mindenki kap megfelelő ellátást, de ez nem igaz. Egyébként ez a volt drogcár, úgy hívják, hogy Viktor Ivanov, és ő volt annak idején az a rendőr főnök, aki Putyinnak a kokain üzletét fedezte Szentpéterváron. Hát egyébként egészen érdekes összefonódások vannak. És közben filmezünk mondjuk Németországban, ahol filmezünk egy nagymamával, aki rendszeres, integrált heroin használó, aki nem injektál, hanem fóliázik, szociális munkásként dolgozik két helyen, napi fogyasztó, és ő vele azt vettük fel, hogy elmegy a heroin klinikába Németországba, és szépen leülnek és megbeszélik, hogy sajnos ebben a heroin klinikában, ahol ugye államilag ellenőrzött tiszta heroint kapnak a kliensek, sajnos ide nem tudják őt felvenni, mert itt olyan kliensek lehetnek, akik injektálnak, ő pedig csak fóliázik. Tehát ugye ezért egészen nagy különbségek vannak a világszerte. Kína például kényszergyógykezelés, nem csak Kína, Ázsiában olyan 400 000 ember van körülbelül kényszer
munkatáborokban gyakorlatilag azért, mert hogy ők droghasználók, az utcán fogdossák össze őket, és rendes bírósági ítélet nélkül bezárják ezekbe a munkatáborokba, ahol ugye elvileg terápia zajlik, de itt nem terápia zajlik, hanem focilabdákat varnak cégeknek, és az őrök azért tesztelnek rutinszerűen hívre nőket, hogy tudják azt, hogy melyik az a nő, akivel gumit kell használni, hogyha megerőszakolják, és utána heroint adnak nekik, hogy megnyugodjanak. Igazából két gondolatom van ezekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy annak ellenére, hogy nagyon vannak országok, ahol nagyon fejlett programok vannak, és vannak országok, ahol nagyon elmaradottak, teljesen egyértelmű, hogy az ártalomcsökkentés az, ami működik a HIV megelőzésében, de a hepatitis megelőzésében sok helyen, ahol még jó programok vannak, ott sem sikerült igazán megállítani ezt a járványt, mert sokkal inkább fertőz, sokkal nagyobb spektrumot kell nyújtani ahhoz, hogy ezt meg lehessen állítani. A másik gondolat, Az a felelősség kérdése, hogy azok a szociális munkások, vagy azok a segítők, akik részt vesznek ezekben a programokban, azok mennyire segítenek tényleg, vagy mennyire egy elnyomó rendszernek a kápói. Én azt gondolom, hogy azért az a munka, amit mi végzünk, az inkább az előbbibe tartozik, és hogy én nagyon sokra becsülöm ezt a munkát, ezért is foglalkozom ezzel, ezért is filmezek erről, és nagyon jó volt ebben a programban részt venni, és látni azt, hogy milyen jó együttműködés van a programok között. És azt is látom, hogy azért az ártalomcsökkentésnek vidéken elég jó elérése van, és hogy a kezelésbe jutás is nagyon jól szervezett sok helyen, és Budapesten is jól szervezetten tud működni. Ugyanakkor nagyon sokan nem kerülnek be a hepatitis miatt kezelésbe, főleg azért, mert aktív használókat nem kezelünk, holott azért van erre példa Nyugat-Európában, hogy aktív használók is kaphatnak kezelést, tehát hogyha egyénileg bírálják el, hogy ki az, aki alkalmas ezt a protokollt végigcsinálni, akkor lehetséges az, hogy aktív használók kezelésbe jussanak. Főleg lehetséges lenne az új típusú kezeléssel, ami sokkal gyorsabb megoldást kínál. És két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy mi a kormányzat vagy a magyar kormányzat felelőssége ebben az ügyben, és hogy mit látok, hogy milyen szervezeteknek a felelőssége. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy katasztrofális helyzet van Budapesten, bezárt a két legnagyobb tűcsereprogram. Sokkal több intravénás használat van, megduplázódott a hepatitis, meg fog jelenni a HIV, és hogy azt gondolom, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy mit kéne csinálni, teljesen egyértelmű, hogy mi történik. Radikálisan lecsökkentették a szervezeteknek a támogatását, tehát teljesen egyértelmű, hogy az ártalomcsökkentésnek egy tudatos kicsinálása, kinyírása zajlik Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez a döntéshozóknak az egyértelmű felelőssége, és az, hogy emiatt emberek halnak meg, az az ő lelkükön szárad. De ezt már nagyon sokszor elmondtuk, azt hiszem. És akkor egy kicsit arról beszélnék, hogy a filmes munka közben mondjuk mit láttam, vagy mit látok, hogy mi, tehát nem szeretném csak a kormányt szapulni és azt mondani, hogy ha lenne elég pénz, akkor minden szuper lenne, és mindent jól csinálnak a szervezetek. De hogy egy nagyon szűk mozgásterük van, és nagyon sok probléma van, nincsen elég pénz, de még így is lehet javítani sok mindenen, azt gondolom. Például én nagyon sajnálom azt, hogy amikor a kékpontot ellehetetlenítették a 8. kerületben, akkor ő gyakorlatilag abba hagyta az ártalomcsökkentő munkát, és ideológiailag is átállt egy ilyen felépülés központú megközelítésbe, amiről azt gondolom, hogy ez eddig is a munkájuk része volt, eddig is foglalkoztak felépüléssel, ez nem új, és onnantól, hogy ezt hangsúlyozzák, ez azt jelenti, hogy ez számomra csak annyit jelent, hogy mi vagyunk azok, akik ártalomcsökkentést már nem csinálunk. És hogy nekem ez nagyon, nagyon szomorú. A drogprevenciós alapítvány is ugye nem tud a 13. kerületben nem tud tűcserét végezni, de ők legalább próbálkoznak, és ők legalább tervezik, hogy majd valamilyen formában tűcserét fognak csinálni. A egyértelmű, hogy a 8. kerületben egy nagyon komoly krízis helyzet van, vagy járványügyi probléma van, ahol az alternatív alapítvány végez tűcserét, de nyilvánvalóan az ő elérésük és az a mennyiség, amit ki tudnak osztani, az nem elég ahhoz, hogy ezt a járványt meg lehessen állítani. És ott dolgozva azt láttam, hogy ők a mobil programjukkal mennek ki tűt osztani, de vannak ott programok, akik szenvedélybetegeket látnak el, és
a gócpont, a közepén ezeknek a területeknek, ahol iszonyatosan igény lenne tűcserére és ártalomcsökkentésre, és nem adnak tűcserét, és, vagy nem adnak tűket, és nem teljesen értem, hogy miért, és hogy úgy látom, hogy ott van kapacitás szociális munkában és erőforrásban is, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amire igény van igazából. A másik az, hogy azt láttam, hogy sok szervezetnél nagyon jól csinálják a HIV-es hepatitis információ átadást és a kezelésbe juttatást, de azt is láttam azért, hogy vannak olyan programok, ahol ez nem megy olyan zökkenőmentesen, és a maguknak, a munkatársaknak sincsen feltétlenül annyi tudása erről, mint amennyi kéne ahhoz, hogy ezt a munkát a lehető legjobban végezzék. Ehhez egy személyes tapasztalatom, hogy volt kollégám 5 évvel ezelőtt ártalomcsökkentő programoknak szeretett volna ilyen oktatást nyújtani ingyen arról, hogy a HIV-vel kapcsolatban hogyan kell tanácsadást adni, és nem kellett senkinek, nem voltak nyitottak rá. Tehát azt gondolom, hogy egy egészen szörnyű környezetben is nagyon jól helytállnak ezek a programok, de hogy vannak még dolgok, amiket lehetne javítani. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.